turisztikai díjat nyert Hajdú Szoboszló a 30. Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen. A mozgalom 1994 óta meghatározó szereppel bír, amely a jubileumi évben rekordot döntött, mivel idén minden eddigi évhez képest a legtöbb pályázatot nyújtották be a települések. 492 pályázatot a 180 tagú önkéntes kertész, tájépítész és település vezető mérnökökből, valamint turisztikai szakemberekből álló szakmai zsűri értékelte. Ceglédi Gyula Budapesten az Eiffel műhelyházban az oklevél mellett 200 ezer forint értékű oázis vásárlási utalványt is átvehetett. Nyár közepén egy igazi szakzsűri lepte el itt a hivatal épületét, illetve a várost is a Virágos Magyarország verseny kapcsán. Nagyon pozitív dolgokat láttok, turisztikai díjat nyert Hajdú Szoboszló. Minek köszönhető ez az újabb rangos elismerés? Szerencsére mindig van egy olyan téma, amelyben kimagasló országos szinten Hajdú Szoboszló. A városvezetés odafigyel arra, hogy időről időre különböző témákban megméressük magunkat, és én úgy tudom, hogy még turisztikai területen további megmérettetések is folyamatban vannak az év hátralévő részében. De hogyha erre visszatérünk a Virágos Magyarországért mozgalom zsűrizésére, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a nyáron ez egy komplex ellenőrzés volt, amelynek bevezetőjeként egy bő két órás egyeztetésre és megbeszélésre került sor itt az irodámban, ahol is tulajdonképpen nagyon sok számtalan kérdést tettek fel a zsűri tagjai, nem csak a konkrét környezettel kapcsolatban, hanem azzal a környezettudatos politikával, amit városunk vezetése tudatosan és következetesen folytat itt Hajdúszoboszlón. Egészen a részletekbe menően kérdeztek, hogy például az intézményeinkben milyen zöldítés van, hogy a környezetünkre hogy figyelünk, hogy védjük a környezetünket, milyen intézkedéseket tettünk, milyen energiaracionalizálási intézkedéseket, és számtalan kérdést föltettek. Ennek egy szelete volt az, hogy ezt követően a zsűri kiment a városba, és körbenézett, így egyszerűen megfogalmazva, és hát nyilvánvalóan a város egészéről is képet alkottak, de azért azt mondjuk meg, legyünk ennyire hát őszinték magunkhoz is, hogy a most felújított és átadott Szent István Park és Mátyás Király sétány azért döbbenetes hatással volt a zsűrire, hiszen ez egy rendkívül szép, új, modern és egységes stílusban megújult környezete a turisztikai negyednek, és hát nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy végső soron a végső döntést hozó zsűrizésben ez fejeződött ki a tekintetben, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség külön díját, elismerését, oklevelét megkaptuk. Természetesen a turisztikai díj egyik fő vonala volt, feltételezem én, a turisztikai negyednek a látványa, a szépsége, a gondozása. Ugye ez többnyire a város gazdálkodásnak a feladata, de hát tudjuk, hogy Hajdúszoboszló nem csak ebből áll, és ahogy polgármester úr is mondta, ez egy komplex zsűrizés volt, egy komplex ellenőrzés. A város többi része is tetszett a zsűrinek, illetve azokat a területeket is a városgazdálkodás menedzseli? Természetesen, amikor hazajöttem, a legelső dolgom az volt, hogy vezérigazgató urat felhívtam, és kértem, hogy tolmácsolja munkatársainak, a kertészeti csoport valamennyi tagjának, a kertészeti csoport vezetőjének a köszönetemet, az elismerésemet, és remélem, hogy a cégnek lesz lehetősége majd kinyilvánítani ezt a munkatársai irányába, hiszen valóban e tekintetben a legfontosabb munkát ők látták el, és ők végezték el, és azért azt hiszem valamennyien köszönettel tartozunk, hiszen a magánemberek, a civil szervezetek, az önkormányzatok, de mégiscsak a város frekventált részeit
a városgazdálkodásnak a kertészeti üzeme végzés. Még egyszer ezúton is köszönetemet és hálámat fejezem ki a dolgozóknak. Ahogy említettem, a városban körbenéztek, más területeket is megnéztek, és elismeréssel szóltak erről a város többi területéről is. Kezdték itt a főtéren, a városházával szembeni területen, de a perem részeken is körbenéztek, autóval körbejárták, és megnézték, hogy mennyire szép, tiszta, rendezett Hajdúszoboszló. Én szoktam mondani, most talán a legutóbbi testületi ülésen is megemlítettem, hogy Hajdúszoboszló egy nagyon szép zöld város. Erre persze az ellenzéki képviselők ilyen gúnyos mosollyal reagáltak, de ezt most vegyük ki, mert nyilván nekik most ez a dolguk, hogy mindenbe belekössenek. Én azt gondolom, hogy ha valaki fölemelkedik, és akár egy drónfelvételt megnéz, vagy itt a helyi repülőtéren egy kis géppel fölé száll ennek a városnak, és megnézi, akkor azt látja, hogy ez egy csodálatos, szép, zöld sziget. Nyilván mindig van rajta szépíteni, tennivaló, de azt gondolom, hogy e tekintetben is büszkék lehetünk városunkra. Említettem a városgazdálkodás kulcs szerepét, na de azért ez a siker többek között nekik is köszönhető, de a lakosok példaértékű hozzáállása is kell, hiszen azért nekünk is van egy hasonló mozgalmunk városi szinten. Így van, a Városszépítő Egyesülettel évek óta együttműködünk, és az ő felhívásukra is történnek a város lakó övezetében szépítések, virágosítások, parkosítások, és ne felejtsük el, hogy az önkormányzatunk is fordított pénzt arra, hogy a lakó övezetekben, a lakó parkokban is lehetőséget kínáltunk megrendelni különböző virágokat a tavasz során, amelyet kiosztottunk, és hát nyilvánvalóan az ottani lakosság azt ápolta, gondozta, és hát így alakult ki ez a szép virágos és zöld települési kép. November utolsó péntekén vette át Budapesten polgármester úr az elismerést. Milyen érzés volt, illetve milyen fogadtatása volt ott Hajdúszoboszlónak? Kiemelkedő fogadtatásunk volt. Nagyon sok polgármester kollégával találkoztam, olyanok, akik egyébként évek óta sokat tesznek városukért, városuk fejlődésért és szépítésért, de ott volt például a belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, vagy a miniszterelnökségnek az államtitkára, akikkel szintén lehetőségem nyílt rövid konzultációra. Megismerkedtem az egyik erős versenytársunkkal, Siófok polgármesterével, és kiderült, hogy ő még Hajdúszoboszlón nem járt, úgyhogy meginvitáltam, hogy nézze meg, hiszen mi azért alföldi emberek azért szeretjük a Balatont és a környékét, és próbáltam rávezetni, hogy érdemes lehet hozzánk is ellátogatni. Természetesen ezek a partneri kapcsolatok nagyon fontosak. Segítjük egymás munkáját. Ezt követő reggelen például az alakarosi polgármester úr hívott fel, hogy például adózás tekintetében mi milyen álláspontra helyezkedtünk és milyen döntéseket hoztunk. Én azt gondolom, hogy e tekintetben is fontos, hogy akár itt a térségünkben, a Sárréti térségen, vagy a hajdúvárosok területén együttműködünk, de nagyon fontos, hogy turisztikában országos szinten is, akár a Hévízi kollégát is említhetem, akikkel ugye szoros, jó partner kapcsolatban vagyunk. Így halad előre a világ, és Hajdúszoboszló is így tudja továbbra is pozícionálni magát azon a top listán, amelynek most jelenleg a második helyén tartózkodunk. Reménykedünk abban, hogy ez még javulhat az év végéig, de ha így marad, akkor az is nagyon szép eredmény lesz. A siker természetesen édes és jól esik a településnek, na meg természetesen a városvezetésnek is. Azért ugye most nem olyan régen köszöntötte a település az 1 milliómadik vendéget. Ugye azért ez valahol egyfajta rivalizálás a más turisztikai települések vezetőivel, illetve a turizmusával. Lehet egy ilyen egyeztetésen érezni ezt a rivalizálást, vagy pedig mindenki szeretné a saját útját végigjárni. Partnerség van. Tehát általában, amikor leülünk egy asztal mellé, vagy találkozunk egy-egy ilyen országos rendezvényen, akkor kicseréljük gondolatainkat. És ezek segítik a turizmus fejlődését.